Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Gere József vagyok, a Karisz Média Televíziós Alapítvány vezetője. Ez egy felekezet közi keresztény média alapítvány. Az a célunk, hogy a médián keresztül is az evangéliumot hirdessük, és a Pax Televízióval most már hosszú évek óta együtt működve tesszük ezt, és nagyon örülünk, hogy teret kaphat az evangélium a Pax Televízióban. Úgyhogy itt megragadnám az alkalmat, hogyha önöknek általában tetszik a Pax Televíziónak a műsor kínálata, akkor tudják támogatni a televízió műsor gyártását, olyan típusú műsorokat is, mint például ez, amit éppen látnak. A képernyőn megjelenik egy bankszámlaszám, és nagyon köszöni a Pax Televízió stábja bármiféle támogatásukat. Ez az adás, ez a Pásztor válaszolt bővebben címet viseli, ami azért jött létre, mert van egy Pásztor válaszol című műsor, ami egy élő interaktív műsor, ahova be tudnak telefonálni a kedves nézők, kérdéseket tettek föl, és mi arra válaszolunk, vagy legalábbis igyekezünk válaszolni. És egy idő után fölmerült az, hogy jó lenne a rövid válasz időket kibővíteni, mert olyan kérdéseket kapunk, ami 5-6 percben nehezen megválaszolható, nagyon gyakran kapunk ilyen kérdéseket, és ezért egy másik műsort, ezt, amit éppen most néznek, a Pásztor válaszol bővebben című műsort hoztuk be, annak érdekében, hogy kimerítőbben tudjunk egy-egy kérdéskörről beszélgetni. Tehát amit most önök látnak, az egy felvett műsor, tehát ide most nem lehet telefonálni, de ennek a párja, a Pásztor válaszol, oda lehet, az minden páros héten csütörtök este 8-tól 9-ig látható a Pax Televízió műsorán, ez pedig a Pásztor válaszol bővebben minden páratlan hét csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8-tól 9-ig. Mint minden alkalommal, most is két vendégem van ebben a műsorban. Ugye azt a címben is látható, hogy Pásztor válaszol, ez azt jelenti, hogy pásztorokat, lelkivezetőket hívunk meg, és akik ma bejöttek, ők már többször szerepeltek ebben a műsorban, úgyhogy nézőink közül is valószínűleg sokan ismerik már. D. Nagy Tamás, pünkösdi lelkipásztor. Jó estét kívánok! Barátom, és Szalkai László, református lelkipásztor barátom. Jó estét kívánok! Akivel egyéb iránt még egy városban, Szigetszentmiklóson igyekszünk betölteni az elhívásunkat, és nagyon jó együttműködni ott is, itt is. Kedves nézők felé mondom most, hogy mint ige hirdető én magam is nagyon nagy izgalommal készülök húsvétra, és amikor ez a műsor adásba kerül, ez másfél héttel húsvét előtt történik, azaz nagy csütörtök előtt egy héttel. De pont ez az időszak, amikor kezdünk ráhangolódni, legalábbis akik az igével foglalkoznak és akik templomba járnak, kezdünk ráhangolódni egyre inkább arra a csodára, amit Isten elvégzett a megváltásban, és ez ugye nagypéntek, Jézus Krisztus kereszthalála, majd pedig a húsvét, a feltámadás ünnepe. És ahogy ezekkel az igékkel én magam is mostanában talán többet foglalkozom, bár nem csak az ünnep kapcsán veszi elő az ember ezeket az igéket, hiszen az a fantasztikus, hogy mivel ez a csúcspontja Jézus egész szolgálatának, hogyha így vesszük, pontosan a nagypénteki húsvéti események, ezért ezek újra és újra előkerülnek, újra és újra elmerülünk benne, de talán most mi is koncentráltabban ezekre az igékre figyelünk. És a kedves nézők felé hadd mondjam el, hogy mindig óriási öröm számunkra, akik hirdetjük az igét, de még amikor nem voltam ige hirdető, akkor is óriási örömmel készültem az ünnepekre, és nyilván ezeket a igéket olvastam, ami épp a, most ha húsvétről beszélünk, akkor a húsvéti ige körbe tartozik, témakörbe tartozik, és egész egyszerűen annak örülünk mindig mi keresztények, hogy nekünk nem úgymond egy vallásunk van, hanem mi egy személyt követünk. Ez egy óriási különbség, hogy egy élő, valóságos személyt követünk, Jézus Krisztust, aki annyira szeretett minket, hogy önmagát áldozta a mi bűneinkért, nem pedig egy rideg törvényt követünk, vagy etikai kódexet igyekszünk betartani, hanem egy olyan személyt, aki teljes mértékben megért bennünket,
szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, minden hibáinkkal együtt. Azt hiszem, ez sokaknak azért jó hír, aki esetleg úgy gondolkozott eddig Istenről, hogy hát Isten csak azt az alkalmat nézi, hogy hol csinálok valami rosszat, és akkor dur, lesújt. Voltam, amikor én is ilyen istenképpen rendelkeztem, úgyhogy tudom, milyen ez az álláspont, vagy beállítottság. Inkább az ember hessegeti, nem is akar foglalkozni Istennel ebben az állapotában, én is voltam így tehát. De amikor találkozik az ember Istennel, megérti Jézus Krisztusban az Isten végére mehetetlen kegyelmét, ahogy a Károlyi fordítás mondja, és egyre jobban megismerjük az Istent, az ő szeretetét, akkor átjár egy hatalmas öröm, hogy milyen fantasztikus, hogy mi Jézus Krisztusnak a tanítványai lehetünk, Jézus Krisztust követhetjük. És ami igéket most sorra szeretnénk venni, az tulajdonképpen a húsvét előtti események Jézus személyén átszűrve, hogy ő maga hogy készült a húsvétra, illetve szeretném, hogyha arra is sor kerülne, hogy néhány teológiai alaptételt végigvegyünk, hogy miért kellett Jézusnak emberként egyáltalán eljönni, megszületnie és kereszthalált szenvednie, miért volt erre egyáltalán szükség, és az, hogy Jézus Krisztusnak az a kettős személyisége, a kettős itt olyan értelemben, hogy ez nem hasadást jelent, hanem egy személyben Isten fia is, és ember fia is volt, ő maga is beszél erről nyíltan, hát onnan tudjuk elsősorban. És ő hogy vívta meg a szívében a ráváró hát kereszthalált. A másik vetülete ennek, hogy az ige arról is beszél, hogy mi úgy vagyunk ebben a világban, ahogy ő volt, tehát egyszerre vagyunk Istennek a fiai, az ige mondja ezt, onnan veszük ezt a nagy bátorságot, Jézus Krisztusba vetett hit által, Isten fiaivá, lányaivá lettünk, ugyanakkor még hát itt ebben a testben vagyunk, és földi emberként funkcionálunk, és ezt a kettősséget hogyan tudjuk megélni az Isten igéje segítségével. Tehát ez egy elég komplex kérdéskör, nem tudom, mire fogunk eljutni ezekből, vagy mire tudunk ezekre választ adni. Remélem, hogy át tudjuk fogni ezt a témát. Tehát én át is adnám számotokra a szót, méghozzá úgy, hogy talán első kérdésként először is egy igével kezdjük, nem csak azért, mert lelkipásztorok vagyunk, és így illik, hanem azért, mert talán az egyik leggyönyörűbb ige szakasz Jézus Krisztus emberi létenéről jól lehet, illetve talán pontosan azért is az egyik legszebb ige szakasz, mert ez egy ókeresztény hitvallásnak a beemelése. Tulajdonképpen a Filippi levél második részében találhatjuk ezt. Tehát a korabeli keresztények ezt élőben, úgymond a gyülekezetben, gyülekezetekben annak idején ezt sorra megvallották, és úgy került bele ebbe a levélbe, tehát a Filippi levélbe, ami így hangzik, ugye, a Filippi levél második részében. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez egy csodálatos ige szakasz, és tulajdonképpen azt, amit fölvázolt, amit több alkérdés formájában, az itt tömören benne van, úgyhogy ez lenne a beszélgetésünknek az alapindító igéje, és kérem akkor, hogy osszátok meg a gondolataitokat, hogy kiben mi forog ezzel kapcsolatban, és mit tart lényegesnek. Kezded, Laci? Ahogy mondtad, valóban az őskeresztény egyháznak a,
a hitvallását olvashattuk itt Pál apostolnak a levelében, és minden bizonnyal már annak a kornak az embere is küzdött azzal, hogy ki ez a Jézus Krisztus, és Pál apostol arra titokra, számunkra, jobbára inkább csak titok, mutat rá, hogy hogyan is lett Jézusnak az emberré létele. Rámutat arra, hogy a mennyei világból érkezik el, nem is akárhonnan, a Szent Háromság Isten második személye ő, és fölvállal egy olyan utat, amit nem kellene neki fölvállalni, de amelyet megtesz az érettünk való szeretetből. Emberré lesz, mégpedig valóságos emberré. És ezért beszéltél az elején arról, hogy Jézusnak kettős természete van. Elég nehéz ezt szépen megfogalmaznunk, hogy ne legyen félreérthető, de aki a Bibliában egy kicsikét is elmír, az előbb-utóbb érzi és tudja, hogy ebben a kettős természetben semmi rossz, semmi hátsó szándék nincsen, nem ezért kettős, hanem azért, mert ő valóban egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. És azért is vállalta föl ő ezt az utat, hogy mindenben hozzánk hasonlóvá lehessen, teljesen átélhesse a mi életünket, teljes közösséget vállalhasson velünk, életünk minden vonatkozásában. Egy vonatkozásában nem lett olyan, mint mi, ő nem követett el bűnt, ő engedelmes maradt, ahogy itt a himnuszból ez nagyon szépen kiderül. És aztán ezen az úton indult el a kereszt halál felé. Tamás? Igazából én egy picit visszább is megyek, hogy Istennek volt egy örökkévaló terve, aminek egy részét ismerjük, azt gondolom egy részét meg nem, de ami nagyon fontos, azt megismerhetjük a Bibliából, és Istennek az emberrel, az emberiséggel volt, vagy van egy örökkévaló terve, amely tervnek a beteljesedéséhez az lett volna, és az volt az feltétel, hogy az ember az Istennel állandó harmóniában kapcsolatban legyen, ennek az ember részéről az Istennek való engedelmesség volt az ára. Az Ádám és Éva története, ott mindjárt a Biblia legelején valahogy ezt próbálja bemutatni, és ezt hivatott felvázolni, hogy Isten mindent megengedett az embernek, egy dologra mondta, hogy azt ne tedd, ez mondjuk a jó és gonosz tudás fájáról való étkezés volt, de nem csak Isten meg az ember létezett ott abban az édenkertben, hanem ott volt a kígyó képébe megjelenő kísértő, a sátán, aki viszont el akarta buktatni az embert. Tehát az ember egy Isten által megteremtett, de mégis egy kísértése vagy veszélyekkel együtt járó élethelyzetbe került bele, és a kísértőnek pontosan az volt a célja, hogy az embert lehetőleg elbuktassa ebben az engedelmességben, hogy ne legyen engedelmes, hanem legyen engedetlen, mert akkor viszont abban az örökkévaló tervben egy törés keletkezik. Na most én azt gondolom, hogy éppen ezért az Ádám-Éva történet nem csupán allegorikus. Nyilván vannak benne olyan elemek is, amelyek vehetők így is allegorikusnak. Én konkrétnak veszem, hogy konkrét ember volt, konkrét férfi, konkrét nő, konkrétan ott volt a kísértő, konkrétan ott volt a fa, fizikailag az ember elkövette azt, amit előre kigondolt, hogy engedjenek a kísértésnek. Tehát megszakadt az Isten és az ember közötti harmónia. Persze, mivel Isten minden tud, ennek a megszakadt kapcsolatnak a helyreállítására is van szándéka vagy terve, és ehhez volt szükséges egy olyan embernek a létrehozására, aki hasonló esélyekkel indul, mint Ádám és Éva. Vagyis akinek bűntelen az apja, vagy bűntelen az anyja. És ezért van jelentősége annak, amikor az evangéliumok elején le van írva, hogy Szűz Mária hogyan esett teherbe a Szentlélektől, mert itt megjelenik az a fajta indulás Jézus Krisztus földi megjelenésének az elindulása, a fogantatása, ami bemutatja, hogy nem földi apától származott Jézus. Tehát az esélyei olyanok voltak, mint Ádámnak, Évának. És ahhoz, hogy az emberiséget vissza lehessen hozni ebből az Istentől elválasztott és engedetlen állapotból, ehhez kellett lenni egy olyan embernek, egy második embernek, vagy második Ádámnak, aki viszont
ugyanabban a világban érkezik, amiben benne van Istennek a terve, benne van a kísértő, benne vannak a lehetőségek, és ha ő nem bukik el, és úgy hal meg, hogy élete során soha nem kerül engedetlenségbe a mennyei atya felé, akkor van egy ember, aki igaz. Van egy ember, aki ajtóvá válik. Akin keresztül emberek kimenekülhetnek az Istennel szemben való engedetlenségből, az Istennek a dicsőségébe, az Istennek való engedelmességbe. Tehát ezért kellett, hogy ember legyen, újra ember legyen, de egy más esélyekkel, mint Ádámnak az utódai, ugye már rosszabb esélyekkel indultak, mert bűnös volt az apjuk. Ádámnak nem volt bűnös az apja, és Jézusnak sem volt bűnös ember az apja, hanem a Szentlélek volt az, akitől ő fogant. Tehát az egyenlő esélyeket Jézus kapta meg Ádámmal, és azzal az eséllyel viszont ő tudott élni. És ezért volt jelentőség annak, hogy ő hogy is éli végig az életét, hogyan küzd a kísértésekkel, a szenvedésekkel, hogyan tudja saját magát alárendelni, a saját akaratát, a mennyei atya akaratának, hogyan tud úgy meghalni a kereszten, hogy nem követel bűnt. Tehát gyakorlatilag az emberiségnek a nagy esélye Jézus Krisztus. Igen, azoknak a nézőknek a kedvéért mondom, akik talán kevés vallásos háttérrel, vagy keresztény vallásos háttérrel rendelkeznek, és itt talán kevesebb bibliai ismerettel, hogy föltették a kérdést, hogy jó, de hát most mi szükség volt erre az egészre, hogy Jézus meghaljon, vagy eljöjjön emberként. Tehát bár már itt-ott átszőve benne volt, amit mondtatok, de ha ezt konkrétan leszűkítve így a kérdést erre adnátok egy szűkebb választ, hogy így mondjam, hogy mi szükségeltetett. Azért is mondom ezt, mert lehet, hogy már itt elmondtam a Pax TV stúdiójában, de ez nagyon érdekes volt számomra egyik amerikai utazásom idején, amikor repülőn utaztam. Egyébként mindig szoktam imádkozni, hogy tudjak az emberekkel beszélgetni Jézusról természetesen, és fantasztikus alkalmakat tud készíteni Isten, és ekkor történetesen egy indiai fiatalemberrel utaztam, azt hiszem a New York-Budapest járaton, és gondoltam, hogy nem fogom nyilván lerohanni őt ilyen vallásos ügyekkel, hanem majd valami alkalmat Isten biztos fog készíteni, így is volt. Gondoltam majd, ha hozzák a menüt, tehát bizonyára hindu lévén majd vegetáriánus menüt fog rendelni, mert már utaztam előtte indiai ENSZ fenntartó katonákkal, és nekem adták az összes húsos szendvicsüket, úgyhogy nagyon jól jártam velük egyébként, hogy ők voltak a szomszédaim. De ez a fiatalember csirkét rendelt ugyanúgy, mint én, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hát én azt gondoltam, hogy mivel látom, hogy indiai vagy, hogy hát vegetáriánus ételt fogsz rendelni. Azt mondja, nem, azt mondja, annak nincs jelentőség, hogy mit eszünk. Az nem ezen múlik a dolog. Ah, mondom, nagyon jó, mondom, én is abszolút így gondolom. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor megtudta, ugye, hogy én keresztény vagyok, meg még ráadásul lelkipásztor. Na, föltette azt a kérdést, oké, azt az egyet mondja meg, hogy mi szükség volt arra, hogy Jézus meghaljon a kereszten. Ezt nem érti, hogy mi szükség volt erre, hogy Jézus meghaljon a kereszten. És valószínűleg nagyon sokan gondolják, így tűnik, ő elmondta az élet filozófiáját, és ez nagyon, nagyon pozitív önmagában. Azt mondta, hogy neki az a arszpoetikája, az élet filozófiája, hogy ő megpróbál mindenki felé a lehető legnagyobb szeretettel, legnagyobb szolgálattal lenni, remélvén, hogy talán ezt fogja visszakapni. Tehát ez egy nagyon becsülendő hozzáállás, ezt azért meg kell hagyni. Ez nem is igazán európai közgondolkodásnak a terméke, azért itt bejön az, hogy ő indiai. Szóval ez nagyon tiszteletre méltó. És akkor mondom, és akkor ez be szokott jönni? Hát azt mondja, nem túl sűrűn. Mondjuk hát Amerikában él, tehát lehet, hogy ilyen oka is van, de nem tudom, hogy Indiában ilyen szempontból mi a helyzet. De a lényeg az, hogy tehát egy nagyon becsülendő élet filozófiája volt, és föltette ezt a kérdést, mert mondta, hogy neki is vannak keresztény barátai, és ezt soha nem értette meg, hogy miért kellett Jézusnak meghalni. Miért nem elég az, hogyha én igyekszem és törekszem a jóra? Tehát erre, hogyha tudnátok valamit mondani, hogy miért volt szükség Jézus kereszthalálára? Pál apostol
írja a római levél 5. fejezetében, hogy amikor Ádám vétkezett, akkor ember által jött be a bűn a világba. A bűn ez igazából egy olyan állapot, egy olyan fertőző állapot, ami minden emberre kihat, és igazából ebbe a bűnbe, az Istentől való távolságba és egy szellemi fertőzöttségbe születik minden ember. És azt mondja, hogy mivel ember által jött be a bűn, ember által kell elmennie a bűnnek. A bűn viszont csak akkor megy el, vagy akkor szűnik meg, vagy a bűnnek a hatása, vagy a jelenléte, hogyha egy igaz ember igaz módon él és meghal az elkövetett bűnöknek a bűnök következtében egy engesztelő halált kell végrehajtani, de egy igaz embernek. Tehát erre szolgáltak az előképek, ugye az előszövetségben. Igen, tehát több, ugye a Bibliát csak a Bibliából lehet igazából megérteni, és ezt is egy kicsit azzal a logikával, hogy Istennek a logikája más, mint a miénk, és van, amit nem értünk meg, de megérthetjük, hogyha hittel közelítjük. És ugye azon több helyen is a Bibliában leírva, hogy a bűnökért engesztelő halálnak kell, hogy történjen, mert a bűn bocsánat az a vérnek a kiontása által jön létre. Tehát nem mi találtuk ki ezt Isten a Bibliába lefektette, és lehet, hogy az én személyes számomra ennek igazából nincs is olyan nagyon nagy jelentősége, de nem is én számítok, hanem az Isten. Tehát ha Isten azt mondta, hogy így lehet a bűntől megszabadulni, akkor így lehet. És hogyha ő azt mondta, hogy az áldozat, az igaznak a feláldozása által töröltetik el a bűn, akkor ez Istennek fontos. Tehát én egyébként ezt a saját logikámmal nem nagyon tartom logikusnak, vagy úgy érzem, ez túl durva, de ha Isten ezt így gondolta, akkor Istennek van igaza. Úgyhogy én azért ezt egyrészt hiszem, másrészt, amikor megtapasztaltam, hogy nekem is megbocsátotta Isten a bűneimet, amikor elfogadtam Jézus Krisztusnak az én helyettem történő áldozati halálát, akkor feloldódtam a bűn alól. És tehát mivel meg is tapasztaltam, ezért már másképp nézek vissza arra, amit egyébként a logikámmal nem egészen tudok felfogni. Tehát Jézusnak azért kellett meghalnia, mert ő ezt fölvállalta, hogy ő meg fog halni, hogy igaz módon fog élni, és meg fog halni minden emberért, akik Ádám után születtek ebbe az állapotba, amit úgy nevez a Biblia, hogy a bűn. Köszönöm szépen, Tamás, nagyon jól összefoglaltad a lényegét, és ugye itt szó esett az előképekről, gyakorlatilag az Ószövetség azok, Ószövetségben rengeteg előkép van Jézus áldozatára is eleve, és több minden másra is. És ott van egy nagyon érdekes pont az áldozattal kapcsolatban, hogy amikor hozták a bűnért való áldozati bárányt, ugye ez Isten parancsba adta Ószövetségben a zsidó népnek, abban a szövetségkötésben, és a főpapnak nem az odajáruló embert kellett megvizsgálnia, mert az azért ment, mert bűnös, és vitte az áldozatot, hanem az áldozatot vizsgálta meg, hogy tökéletesen elő volt írva, hogy egyéves, hím, hibátlan, stb. Legyen az áldozat. Tehát minden szempontból a legjobb, a legszebb, a legtökéletesebbnek kellett lenni a bűnért való áldozati báránynak. És ez a fantasztikus, hogy a főpap azt vizsgálta, hogy rendben van-e az áldozat, igen, nem az áldozó. És amiről beszéltünk, hogy Jézus Krisztus, aki tökéletes áldozati bárány, Isten báránya, ő választotta már, mint Isten Jézust, hogy érettünk meghaljon. Sőt, ez persze messzebbre vissza, és most nem menjünk erre, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt megületett bárány, amikor az előbb kezdted mondani azt, hogy Istennek megvan a terve. Ezt nekünk nagyon nehéz megfogni, akik időben élünk, és mindent ahhoz kötünk. Isten időtlen, és majd egyszer mi is ebbe az időtlenségbe, hát végülis a megtérésünkkel már beléptünk, de hogy mondjam, testileg még nem abban vagyunk, tehát ebben lesz részünk, és ebben Isten már eltervezte azt, hogy Jézus Krisztust engesztelő áldozatként odaadja. És ez benne a csodálatos, valóban, hogy Isten békélt meg az egész emberiséggel a Jézus Krisztus halálában. Tehát
ez az egy áldozat, amit Jézus bemutatott, ez eleve a többi áldozatot mind fölöslegesítette, mert azok csak előképei voltak, ugye, és csak a testet tisztították, meg a zsidó levél beszél erről ilyen részletesen. Viszont Jézus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. De nagyon jó, hogy előkerült az, illetve a kérdésem is ez volt alapvetően, hogy mi szükség van erre. Tehát igazából az, aki kicsit foglalkozik a lelkével, bocsánat, hogy így mondom, vagy ha nem is foglalkozik, de olyan helyzetbe kerül, hogy kénytelen vele foglalkozni, mondjuk hirtelen börtönbe találja magát, vagy hirtelen betegágyon találja magát, és kiesik a napi ritmusokból, mert egy átlag ember nem szokott azért ezen gondolkozni, hanem hogy biztosítsa mondjuk a családjának a betevőt úgy, ahogy megállja a helyét ebben a elég kemény kihívások közepette zajló életünkben, valahogy megállja a helyét, és szokták mondani, oh, ha még meghalni sincs időm, annyira elfoglalt vagyok, és akkor nem foglalkozik az ember ilyen kérdésekkel. De bizony vannak olyan periódusok, és ez Istentől rendelt időszakok, amikor elkezd gondolkozni az ember, és akkor előjönnek a szívében, a lelkiismeretében, amely minden emberben ott van, erről beszél az ige, minden emberben ott van, és akkor ezek a kérdések ott forognak, hogy hol találhatunk bűnbocsánatot. Hol találhatunk bűnbocsánatot? Például, és ezzel nagyon gyakran találkozom ilyennel, hogy valaki nem bocsátott meg az édesapjának, és mint az édesapja meghalt. És most mit kezd az? És egy idő után elkezdi a lelkiismeret furdalni, hogy milyen kemény voltam apámmal, és nem volt lehetőségem bocsánatot kérni. Most mit csináljak? Csináltassak neki 3 millió síremléket? Hát az nem segít. Semmi se segít igazából már, és amikor az ember elindul ezen a szálon, jó, ez most egy extrém példa, de ez nagyon is életszerű egyébként, de bármilyen helyzetben az ember elkezdi nézni, hogy hogyan keresni, hogy hogyan tudok tulajdonképpen kompenzációt találni a bűnömre, vagy megtisztulni. Szóval ez egy ilyen értelme nem teológia, hanem a mi oldalunkról is jelentkezik ez az igény, és ez az evangélium fantasztikus üzenet, hogy Isten ezt már Krisztusban megoldotta, ezt a kérdést. Ez a fantasztikus dolog, és tulajdonképpen az egész nagypéntek, húsvét erről szól. Bármelyik részébe kapcsolódjatok bele, én még egy-két igét még szeretnék majd még felhozni. Tamás már említette az előbb Ádám és Évának a történetét, és valóban idáig vissza kell nyúlnunk, hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy mi is az ember valójában. És Isten annak szánta, hogy az ő dicsőségére éljen. Az ő dicsőségét kellene fölmutatnunk az életünkben, kapcsolatainkban, mindenben. Amikor tehát az ember nem az Isten dicsőségét mutatja föl, nem azt sugározza be a világba, akkor követi el a bűnt. Tehát most a kedves nézők kedvéért mondanám, hogy a bűn az nem egyszerűen csak annyi, hogy én most cigarettára gyújtok, vagy nem gyújtok, hogy egy pohárral többet iszok, vagy nem megint iszok. Megint a cigarettára került. Igen, mert ugye ebben szoktuk mérni, bocsánat, hogy akkor én most bűnt követtem el. Vagy sem, hanem igen. Az a bűn ott kezdődik, hogy vajon én az Isten dicsőségére élek-e, vagy sem. És a kedves indiai utastársad épp ezt nem tudta megérteni, hogy az embernek a rendeltetése nem az, amit mi emberek kitalálunk, hanem aminek bennünket a teremtőnk megalkotott. És ha ő ennek alkotott meg, akkor nekünk ennek a célnak kell megfelelni. Illetve azért nincs az embereknek békessége. Én benne voltam ebben a szituációban, igen, 20 éves koromkörül, tehát már mondhatom, hogy felnőtt, eszmélt emberként, hogy nincs megnyugvás az embernek, és egy embernek se, amíg még ezt a célt, amiről most beszélsz, meg nem találja. Bocsánat csak, hogy közbevágok. Igen. Tehát igen. Na most a bűnt a Biblia úgy is bemutatja, mint Isten felé való adósságunkat. Amikor az Úr imádságot imádkozzuk, akkor ott arról szól, hogy Isten engedje el ezt az adósságunkat, ahogy mi is ezt elengedjük az embertársainknak. Amikor tehát nekünk a bűneinkről kellene számot adni Istennek, akkor azzal találkozunk, hogy van egy óriási adósságom, amit valakinek ki kellene fizetni. És ki fizesse ki? Az ószövetségi előképekről, ahogy beszéltünk, ugye egy állat, egy ártatlan bárány, ahogy szoktuk mondani, az kifizetheti? Hát természetesen nem, mert az ember bűnét állatra átterhelni nem lehet.
ahhoz egy ember kell. Na, milyen ember? Olyan ember, akinek még nincs adóssága Istennel szemben, aki még tiszta, és itt jön be a képbe Jézus. Ő az egyetlen, akinek nem csak a születése pillanatában volt az élete tiszta, hanem meg tudta őrizni magát Istennek úgy, hogy ahogyan itt az elején olvastuk, engedelmes maradt halálig, keresztfa haláláig. És itt nagyon fontos a kedves nézők felé még kihangsúlyozni, az újra ugyan Tamás konkrétan említette, hogy ugye mindennel megkísértetett. Szóval igen, az ember ebbe belegondol, hogy a legdurvább kísértés, ami emberi szinten létezik, a gyilkosságtól kezdve bármi, az Jézus Krisztus mind elérte, ezek a kísértések elérték őt, tudatában volt ezeknek, de soha nem engedett benne. Tehát ezért fantasztikus, ha Jézusnak a személyét egyre jobban megértjük, mert akkor egyszerűen gyönyörködünk benne, hogy kicsoda ő, mert olyan hamar eljutunk oda, hogy valamilyen szinten mi is reménytelenek vagyunk, én pozitív vagyok persze meg Istenben, meg minden, de amikor az ember csak úgy önmagátban magunkat nézik, a magunk képességeit, a magunk lehetőségeit, magunkból kiindulva, akkor nagyon, nagyon lesújtó a kép. Vagy hogyha példaképet keresnénk, hogy emberek között, bőven van mindenkinek a füle mögött, meg kibe reménykedhetnénk. Ezzel persze tisztelnünk kell a szüleinket, minden embert, az ige beszél erről, de azért nyilván tisztában vagyunk mindannyian ezzel. És egy marad, Jézus Krisztus, aki mindenben tökéletes volt. Ez valami fantasztikus. Már bocsánat, hogy közbevágok, csak pont ez, ami végül is oda láncol bennünket Jézushoz, hogy ő az, aki, és olyan, aki, és aztán pont ő az, aki meghal, értem, mindannyiunkért. Ez a fantasztikus. Bocsánat, csak ez így feltölt belőlem. Semmi gond, de hát ahogyan Jézusról beszélünk, azt gondolom, hogy egyre inkább közelebb kerülünk hozzá az ő életéhez, személyiségéhez, illetve egyrében betölt bennünket mindaz, ami ő belőle származik. A bűnnel kapcsolatban, tehát akkor csak itt volt a nagy kérdés, hogy ki az, aki ezt az adósságot ki tudja fizetni. Az indiai útitársad azt gondolta, hogy ő esetleg nem is követel bűnt, hiszen ő igyekszik mindenki iránt jó szívvel viseltetni, de hát mondtuk, hogy nem ez a mérce, hanem az, hogy Istennek hogyan felelünk meg, és Istennek a mérlegén bizony mindannyiunknak az élete hiányos, adósságokkal teli, ezt az adósságot mi nem tudjuk kifizetni, de jön Jézus, és azt mondja, hogy én ezt kifizetem helyetted, és leveszem. Én ezt levehetem rólad, mert az én életem tiszta. Az én életem elbírja azt, amit a te életed már nem bír el. Te összeroskadsz az adósság alatt, én pedig ki tudom fizetni. És ehhez kellett neki az, hogy emberként olyanná legyen, mint mi, mert mint ember fizette meg az árat, és ennek az ára az volt, hogy most belegondolunk, hogy hány embernek az adósságát kellett kifizetni, akkor innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy nem csoda, hogy neki a kereszt halál jutott. A másik, amivel a kereszt halál szembesít azért bennünket, hogy a bűn az nem játék. Igen. Tehát mi hajlamosak vagyunk talán már egy kicsikét úgy elsiklani e felett, hogy ó, bűn, hát az... Elrelativizálni. Igen, ez nem annyira lényeges és fontos. Hát Istennek amúgy is ez a dolga, hogy megbocsássa. Na de hát milyen áron? És azért nem mindegy, hogy milyen áron tudom én mondjuk annak az embernek az adósságát kifizetni, akiért én kezességet vállaltam. Hogy rámegy az én életem is, vagy mellén zsebből ki tudom fizetni. És Jézus vállalta azt is, hogy rámegy az élete ott a kereszten. És ez a nagyon... nem csak tiszteletre méltó, de csodálatra méltó az ő irántunk való szeretetében. Igen. Fölvetődik nagyon sokszor, vagy nagyon könnyen bennünk az a kérdés, hogy na de hát engem nem kérdezett meg senki, hogy milyen világba akarok születni, én ide megszülettem. Nem kérdezett senki, hogy én ember akarok lenni, vagy nem akarok lenni, vagy ha választanom lehetne, akkor mi lennék, csillag, vagy bogár, vagy ember. Szóval engem senki nem, én vagyok, én lettem. Én nem tehetek arra, hogy nem Ádám és Éva lettem, hanem 2000 sokban még élek. Tehát ugye mi nem tehetünk egy csomó dologról, és néha úgy érezzük, hogy az Isten igazságtalan velünk,
ha egyáltalán igaz ez az egész történet, de akkor az igazságtalanság, hogy belepottyanunk egy olyan világba, ami tele van sok szörnyűséggel, és ráadásul nem tehetünk róla, de mire feleszmélünk, már úgymond bűnösök vagyunk. De hát én nem is akartam bűnös lenni, hát én nem álltam sorba, hogy én bűnös akarok lenni, én az lettem. Hogy nem akartam én Istentől távol lenni, de hát így születtem. De, na most, ez az egész gondolat elvihet bennünket egy haragba, vagy pedig egy ilyen lázadásba Isten ellen, hogy ha egyáltalán van, akkor biztos, hogy nem jó, és hát mert miért büntet engem, vagy most miért kell nekem egy ilyen Jézus dolgot elfogadnom ahhoz, hogy most Isten előtt kedves legyek. Hát, tehát az ember vitatkozik. Na most, hadd mondjam azt, hogy Isten szabad akaratot adott minden embernek, ebből a szabad akaratban, szabad döntésre benne van az, hogy minden ember dönthet. Jól vagy rosszul. Persze nem mi verekedtük ki magunknak a szabad akaratot, tehát még ezt sem mi magunknak alkottuk meg, hanem ezbe is úgy bele lett az életünk téve. Ráadásul, ha nekünk választanunk kellett volna, lehet, hogy Lucifert nem teremtjük bele, vagy nem tesszük bele az egész történetbe, mert a csuda akar együtt élni egy örök kísértővel. És azt mondjuk így direkt vagy átételesen, hogy igazából ezért az egész helyzetért Isten a felelős. És lehet, hogy nem merjük a szavainkkal kimondani, van, aki kimeri, de egyébként a viselkedésünk azt mutatja, hogy az egészért Isten a felelős. Egyébként tényleg Isten a felelős, és Isten vállalja is a felelősséget. Teljes mértékig vállalja a felelősséget, és a kereszt, a Krisztus Jézusnak a kereszt halálában Isten beteljesítette a felelősségvállalást. Tehát amikor Jézus meghalt a kereszten, és kimondta azt a hatalmas szót, hogy el van végezve, elvégeztetett, akkor ezzel egy új helyzetet állított elő, mégpedig azt, hogy van egy olyan hely, és van egy olyan helyzet, ahol az ember büntelenné válhat. Van egy olyan hely, ahol az ember és Isten között helyreállhat a kapcsolat. Van egy olyan hely, ahol ha van az ember, ki lehet menekülni ebből az egész szörnyűségből, ami körülvesz bennünket. Ez a hely pedig a Jézus Krisztusban való hit, a vele való kapcsolat. Isten bevállalta a felelősséget, hogy most mindenre lehetőséget ad, hogy helyre állhasson az ember és Isten közötti kapcsolat. Tehát ő megteremtette azt a helyzetet, ami a kimenekülés. De az én felelősségem, hogy ezt igénybe veszem-e. Vagy dühös vagyok Isten, és azt mondom, hogy hát nehogy ma ő mondja meg, hogy nekem hogyan lehet megbékélnem Istennel, majd én a magam módján megbékélek vele. De a magam módján nem fogok megbékélni Istennel, csak az Isten módján tudok vele megbékélni. Neki joga van megmondani, hogy lehet megbékélni vele. Ő megteremtette a helyzetet, a lehetőséget, Jézus Krisztus kereszt halála által el van végezve az, hogy van átjáró a halálból az életbe, sötétségből világosságba, pokolból mennybe, tehát van egy lehetőség, de az én felelősségem, hogy ezzel hogy élek. Na most itt van a kérdés, hogy döntök-e, vagy a szabad akaratommal akarok-e jól élni? Mert azt nem várhatom el, hogy Isten nyakon ragadjon, aztán átcibáljon, mert ő nem fogja. Ahogy Ádámot Évát sem nyakadta, vagy ragadta nyakon, és nem engedte őket a fához. Oda engedte. Megmondta, mi a következmény. És engem sem ragad nyakon, hogy most akkor innen kicibáljon, és bevigyen egy másikba, nekem kell döntenem, és azt mondani, hogy oké, akkor igazából most már csak én vagyok a felelős, hogy elhiszem-e, elfogadom, és megpróbálom-e. És ez nagyon érdekes a megbékélés Istennel, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ha magunkkal békességre jutunk, akkor az Istennel való megbékélést jelent. Egyébként nem azt jelenti, fordítva van, ha Istennel megbékéltünk, akkor magunkkal is meg tudunk békülni és békélni. De első az Istennel való megbékélés, hiszen gyakorlatilag hamarabb kerültünk Istennel konfliktusra, mint saját magunkkal. Hamarabb lettünk Istentől eltávolodva, mint ahogy erre föleszméltünk volna. Úgyhogy amikor Istennel megbékélünk, és ez azt jelenti, hogy Uram, nem tetszik nekem ez a dolog, hogy én bűnös ember vagyok, mert ezt sem csináltam, de egyébként távol vagyok tőled, tehát bűnös vagyok. Bocsáss meg, jövök hozzád. És amikor az ember így megnyílik Isten felé, akkor leszakad az a lelkiismereti teher, amit nem tud más leszedni rólunk. Az a belső helykeresés, az a feszengés, az a kielégületlenség, az útkeresés. És amikor bevalljuk az Úrnak, hogy én bűnös ember vagyok, de jövök hozzád, hogy tisztíts meg. Érdekes ez a kifejezés, hogy Jézus vére. Többször beszél róla az Új Szövetség. Kicsit morbidnak tűnik, hogy a vér. De Istennek mégis úgy tetszett, hogy ezeket a
kifejezéseket, mint egyfajta jelképeket adja a szánkba, de mögötte van egy valami nagyon különleges erő, egy szellemi erő, hogy a Jézus vére lemossa az embernek a lelkiismeretét, megtisztítja. Azzal, hogy kérem, hogy tisztíts meg engem, hogy bocsáss meg, hogy töröld el az álnokságaimat, és elfogadom azt, hogy csak így lehet hozzád menni. Úgyhogy Isten bevállalta a felelősséget, most jön az ember, hogy akkor mi hogyan lépünk a szabad akaron túl, hogyan használjuk. Illetve itt van a jelentősége annak, hogy a keresztények komolyan veszik-e azt a küldetést, amit Jézus a nagy missziói parancsban adott minden egyes követőjének, tehát nem csak a prédikátoroknak, lelkészeknek, papoknak, evangélistáknak, apostoloknak, hanem minden egyes követőjének, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tehát ezt Jézus parancsba adta, hogy hirdessük az evangéliumot, ami egyébként ugye örömhírt jelent, az, hogy amiről Tamás beszélt, hogy az Isten már megbékült az egész emberiséggel, Jézus Krisztus halálakor, és nem tulajdonítván nekik a bűneiket, így mondja ugye a 2 Korintus 5, 18, 19, 20. versekben az ige, és ránk bízta a békéltetés szolgálatát, és most mi, mint egy Isten kér mi általunk, hogy mi béküljünk meg most már az Istennel, mert ő a maga részéről megbékélt. Ez egy fantasztikus titok, hogy Jézusban megbékélt az egész emberiséggel, és tulajdonképpen mi 2000 év óta, akik hiszünk Jézus Krisztusban, ez a dolgunk, hogy ezt hirdessük, mert ez az örömhír, amiről Tamás is beszélt, hogy emberek, megvan oldva a bűnkérdés, Jézus Krisztusban megoldódott 2000 évvel ezelőtt, és ha valaki ezt személyesen elfogadja, akkor övé a megváltás. Így békülhetünk meg Istennel. Nagyon jó, hogy ezt hangsúlyoztat Tamás, mert ebbe a Valósíts meg önmagad című világban, egyébként a Biblia is tanít bennünket arról, hogy azokat a talentumokat hozzuk elő, amik bennünk vannak, meg teljesen egyedi teremtések vagyunk, stb. Tehát ezek csodálatos, szépen helyén a Bibliában is ott vannak, és fantasztikus, inspirálóak. Ugyanakkor ez így önmagában, hogy valósíts meg önmagad, senkivel se törődjél, sokszor így kapcsolta jelenik meg. Ebben az van, amit említettél is, hogy majd én megtalálom a módját, hogy én hogy rendezem az életemet, meg van nekem hitem, meg hagyj engem békét, meg ilyeneket szoktak mondani, úgy gondolván, hogy az emberi megoldások megfelelnek Istennek. Isten egy utat biztosított, ez az út pedig maga Jézus Krisztus. És nincsen más, Jézus maga mondta ezt, tehát mi aggattuk rá ezt, mert hogy nekünk aztán teljesen ilyen kizárólagos vallásunk legyen, hogy így mondjuk, hanem Jézus maga mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához csak rajtam keresztül. Ez teljesen világossá tette Jézus, és ez a fantasztikus dolog, hogy ő rajta keresztül viszont szabadon mehetünk az Istenhez, és el vannak törölve a bűneink, örök életünk van, ez mind Jézus Krisztusnak köszönhető. Még hadd kanyarodjak egy kicsit vissza arra, hogy a konkrét húsvét előtti eseményekben hogy jelenik meg ez a vívódás Jézus életében. Mert így beszélünk erről, de hogy ez Jézus hogy dolgozta fel ezt emberként, ezt a fantasztikus küldetést, mert ugye itt már elhangzott, ha nem is ilyen konkrétan körülhatárolt megfogalmazásban, hogy az Isten fiúsága nem szenvedett volna csorbát, hogyha ő nem áldozza föl önmagát. De nem lehetett volna megváltunk. Tehát azzal, hogy ő ezt vállalta, azzal lett az emberiség megváltója. Ez egy fantasztikus dolog. És így is olvassuk a Zsoltárokban már, ugye, mint proféciaként, hogy Atyám, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem. Mert ugye elhangzott a kérdés, ki megyen el megváltani az emberiséget, és küldje el engemet, itt vagyok én. Tekesben írva van felőlem. Ezek mind fantasztikus proféciák Jézusról, amit Jézus beteljesített. És de hogy ő emberként ugyan már kicsit érintettük, de engem annyira lenyűgöz mindig ez a vetülete, amikor Jézus, így mondja, ez már közvetlenül az utolsó vacsoraknál van, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette. Például nagyon sok embernél nem így jelenik meg az Isten kép,
ahogy Jézus ezt bemutatta. Tehát így mondja Jézus, hogy ez az ige Jézusról, hogy mivel szerette az övéit, mindvégig szerette, és akkor innen kezd az úrvacsorai történetet, sőt azt is tudta az atyától, jött az atyához, megy, és ennek a tudatában ugye elkezdte mosni a tanítványoknak a lábait. Tehát ez egy olyan nonsens helyzet, emberileg nézve, Péter azért is mondja, Uram, az én lábamat ugyan meg nem mosod, tehát érezte, hogy hát Uram, hát te akarod megmosni az én lábamat, de annyira méltatlan vagyok, és azt mondta, ha meg nem moshatom, semmi között hozzám, Péter. Hú, akkor mondta Péter, akkor mindent, ne csak a lábamat, kezemet, fejemet és mindent, mert én hozzád tartozom, és oda akarok tartozni. És pontosan Jézusnak ez a fantasztikus jelleme, ami az atya tökéletes visszatükröződése, hogy ez ebben a kettősségben, hogy ő egyszerre emberfia, istenfia, tehát nektek így a húsvétra, Jézusnak a húsvéti rákészülésében ez nálatok hogy jelent, vagy hogy jelent meg, vagy mi az, ami benneteket a legjobban megfogott? Én ugye már egy részét elmondtam, de biztos, hogy titeket is ugyanígy megfogott némely részlete ennek a történetnek. Ha erről mondanátok valamit. Biztos, hogy a kereszthalálra való készülése Jézusnak nem itt a Földön kezdődött. Tehát amikor ő ott a mennyben kimondja az atyának azt, hogy igen, akkor ő onnantól kezdve már készül erre tudatosan. Az egy másik kérdés, hogy itt a földi élete során ez mikortól kezd láthatóvá válni? Nyilván már a földi szolgálatának a leges-leges legelején, amikor ott a pusztában megkísérti őt az ördög, már akkor is a keresztről megy a harc közöttük, mert ha az Isten fia vagy, akkor vesd le magadat a templom párkányáról, angyalainak parancsol felület, hogy ne üsd meg a lábadat a kőben, és Jézus ezt elutasítja. Már ez is a keresztre való készülés. Amikor megmutatja a világ minden gazdagságát, kincsét, hatalmát, azt mondja a kísért, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem, ez megint már a keresztre való készülés, és hogy mennyi minden tartozott hozzá, el se tudjuk képzelni. Ezek egy ilyen kis fölvillanások az ő életéből, és mutatja azt, hogy neki is valóban mennyi kísértésen kellett keresztül mennie, ahhoz, hogy a céljáig eljusson. Nekem most az helyeződött nagyon a szívemre, amikor Máté evangéliumában olvassuk azt, hogy Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondják őt az emberek, kinek mondtok ti engem, és jön Péternek a hitvallása, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És aztán azzal folytatódik a következő mondat, és ez már egy következő történet, hogy ekkortól kezdve mondta Jézus a tanítványainak, hogy sokat kell szenvednie a főpapoktól, a vénektől, az írástudóktól, stb. Stb. Tehát a nagypénteki történet. Nem csak Jézusnak kellett erre készülni, hanem a tanítványainak is kellett erre készülni, és hogy ez mennyire nehéz és szinte emberileg felfoghatatlan dolog, mutatja Péternek a tiltakozása. Tehát nem csak a ma embere áll ezzel kicsit úgy értetlenül szemben, hogy hát miért kell neked, Uram, a keresztre menni? Ez Péter a tanítvány, aki ott volt vele. Hát majd 3 éven keresztül már ott van, a legjobb mestertől tanulja a dolgokat, és akkor mégis kiderül, hogy egy 3 évi tanulásnál is meg lehet bukni, és azt mondja rá Jézus, hogy hát távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy. Az nem igaz. Tudnék, hogy Péter azt mondta, hogy mentsen, Uram, is, hogy ilyen történjen veled, magyarul, hogy te meghalljál. Igen. Tehát nem lehet, hogy Isten ilyet kívánjon tőled. Ez nem jó Isten, aki ilyet kíván a saját fiától. Hát milyen Isten az, aki azt mondja, hogy a saját fiamat föl fogom áldozni. És pont ezek a megbotránkoztató gondolatok kellenek, hogy rádöbbentsenek bennünket arra, hogy valóban, hogyha meg akarjuk érteni Jézusnak a küldetését, a nagypénteknek az irántunk való szeretetét, hogy az mit jelentett, hogy ezt ő vállalta, és a húsvétot, akkor valahol ott kell kezdenünk nekünk is, ahogy Jézus kezdte a tanítványaival, hogy fölismerjük ugyan Jézusban, hogy ő a Krisztus, és mégis mennyi tanulni valunk van még ezután is, hogy megértsük helyesen és tisztán az ő személyét. Igen, végül is Jézus egyik alkalma egy kérdésre,
azt válaszolta, hogy az pedig az az örök élet, hogy megismerjenek téged, atyám, és akit elküldtél, az igaz Jézus Krisztus. Tehát ez az örök élet. Egyrészt a főpapi imájában benne van, másrészt egy kérdése válaszolva is mondja ezt Jézus. Tehát, hogy egyre jobban megismerni, és ahogy mondtad, Laci, ez az, hogy befogadjuk őt a szívünkbe, ez egy nyitánya a dolognak, mert Pál is úgy fogalmaz, ugye előbb idézett Filippi levélben, hogy annak ide mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítéltem az én törvény alatti igaz voltomat, stb. Saját cselekedeteimből való megigazulásomat, azt mind kárnak és szemétnek ítéltem, amikor találkoztam Krisztussal, sőt, most is mindent annak ítélek, a Krisztus gazdagsága ismerete miatt, amiért mindent megteszek, hogy azt megragadjam, hogy eljussak oda. Tehát, és azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem volna már ezt, vagy hogy ilyen értelemben bevégzett lennék, hanem egyet cselekszem, ami hátam mögött van elfelejtve, ami előttem van céljes nekidőlve, és igyekszem rá, hogy egyre inkább azt elérjem, amit az Isten nekem adott Krisztusban. Tehát ez egy fantasztikus folyamat, amiben újra és újra föltárul előttünk az a nagyság, vagy az a megváltási terv és a Jézus személyének, az Isten végtelen szeretetének a megértése, ami az egész hitünknek és keresztény létünknek a alapja és mozgató rugója. Ettől olyan csodálatos, tehát ez nem olyan, mint egy, mondjuk az ember megtanul egy fizikai törvényszerűséget, mint tudom, a vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, úgyhogy ezt tudjuk szép ritmusba szedve is. Tehát nem csak ilyen, hogy az ember ezt betanulja, akkor úgy van, és az úgy ott van, hanem ez állandóan növekszik bennünk, ez az ismeret, és egyre jobban rácsodálkozunk az Isten szeretetére. Ha még megenged egy rövid kiegészítést tenni saját magamhoz, ami nem szabályos, de... De? Tehát én azt gondolom, hogy aki ilyen kérdésekkel küzd, az ne adja fel azt a küzdelmet, hogy miért engedi az Isten, vagy miért ilyen az Isten, miért pont ezt az utat jelölte ki Jézusnak. Ne engedje el ezeket a kérdéseket mindaddig, amíg megnyugtató választ nem kap rá, mert az Isten válaszolni fog neki. Csak nekünk nem szabad nagyon gyorsan, rövidre zárni és megválaszolni, hogy akkor ez így van, kész és punktum, meg egy betanult válaszsal elütni az egészet, hogy erre ez a jó válasz, hanem erre nekem, úgymond rá kell jönnöm saját magamtól, de ezt ugye Isten végzi el bennem, és amikor ezt megérteti velem, akkor tárul föl a megváltásnak a titka. És akkor utána már ez nem lesz kérdés, hanem csak egy öröm és egy csodálat, hogy hát tényleg az Istennek ez az irántunk való kegyelme és szeretete. Ennyi hozzá fűzni való volt még saját magamhoz. Az előbb kérdezte Józsi, hogy mi az, ami ebben az egész történetben a legjobban megfog. Hát most pillanatnyilag, ami a legnagyobb hatása van rám itt ezekben most az adás alatt is, vagy a fölvétel alatt is, meg ugye az utóbbi napokban ezen gondolkozom, hogy Keresztelő János, amikor bemutatja Jézust a bemerítkezésénél, akkor azt mondja ott a körülötte levő embereknek, hogy ő az Istennek a báránya, aki fölveszi és hordozza a világ bűneit. Ugye ez csak egy mondat így, de ha mögé gondolunk a tartalomnak, akkor ez borzasztó sokat jelent. Mégpedig onnantól kezdve, hogy az ember, Ádám és Éváról beszélünk most, amikor elbuktak és bejött a bűn a világ egyetembe, vagy a mi földünkre legalábbis, és ennek minden egyes következménye a halál is, a betegségek is, az igazságtalanságok is, a méltatlanságok is, a lelki fájdalmak is, minden, mint egy hatalmas, nagy érzelmi tehercsomag ott van rajtunk. Ha belegondol bárki, aki most nézi ezt a műsort, hogy volt-e olyan nap az életében, mikor 5-6 rossz hír érte ugye egy nap alatt? Sikertelenség, kudarc, anyagi csőd, rákbetegség, válás a családban, vagy haláleset, vagy bármi, és hogy érzi az ember, hogy valami olyan iszonyatos teher nyomja a lelkét, hogy alig bírja magát vonszolni. Ezt még fiataloknál is, meg idősebbeknél is bizony előfordul, amikor hogy a nehéz hírek, a fájdalmas hírek, vagy az igazságtalanság, a méltatlanság nyom bennünket.
És rengeteg egyéb terhe van az életnek, akár a fizikai fájdalmak, vagy egyébekre gondolunk. Most ha összeadjuk, hogy mondjuk az emberiség teremtése óta hány milliárd ember születhetett a Földre, és hát mindenkinek az életében nem kevés ilyen jellegű terhek, akár lelki, érzelmi, vagy fizikai fájdalmak, terhek vannak. Hány sírás, hány könyv a megtört családokban, a haláleseteknél, az anyagi csődöknél, hány ember lett öngyilkos, mert kilátástalannak tűnt az élet. Tehát rengeteg fájdalommennyiség, ha felszorozzuk a sok évvel, mert több ezer év és több milliárd ember, iszonyatos mennyiségű fájdalmat okozott a bűnnek a megléte, a felelőtlenségek és sok minden következtében. Na most Jézus sem mondja ezt keresztül János, hogy ő az Istennek az a báránya, aki mindezt fölveszi, és mindezt el is fogja hordozni, és mindezeknek a megszüntetésére meghal, hogy kifizesse a sok fájdalmat. Tehát ez valami hihetetlen nagy dolog, amit Jézus tett. Rengeteg mártír van a világtörténelemben, különféle oldalakon, politikai oldalakon, vagy társadalmi események során. Rengeteg mártír van, akik valami igaz ügyért haltak meg, és valakiknek az életét megpróbáltak a halálukkal jobbá tenni. És azt gondolom, hogy nagyon tiszteletre méltó az összes mártír, akik akár az életükkel, vagy a szabadságokkal fizettek, hogy valakiknek jobb legyen. De a mártírok is mind egyébként bűnös emberek voltak, hozzánk hasonlók. Egy dologban hősökké váltak. Nekik is volt életterhük, meg ők is okoztak azért, tehát a mártírok sem voltak ma született bárányok, hanem még a legjobb mártír is azért okozott fájdalmat. És Jézus nem csak egy-két embernek próbált az életét jobbá tenni, hanem a világ összes emberének az összes bűnét, következményét, fájdalmát, igazságtalanságát, gyötrelmét, a megváltoztathatatlan dolgoknak a keserűségét mind magára vette, és fölvitte így a keresztre. A kereszthez viszont út vezetett. Tehát az, amikor ő, ahogy közeledett az ő halálának a napja, vagy az órái, gyötrődött, kínlódott, úgy olvassuk a Bibliában, hogy verejtékével vércseppek jöttek ki a bőrén keresztül. Tehát az ő szenvedése nem csupán annyi volt, mint egy mártíri. És bocsánat, nem akarom a mártíroknak a cselekedeteit ledegradálni, csak ha azt nagynak tekintjük a mártírokét, akkor a Jézusé sok-sok nagyságrenddel fölötte volt, mert ő minden ember, minden szenvedésének a fájdalmát, nehézségét és az árát magára vette, és úgy halt meg a kereszten, hogy minden bűnnek a büntetése rajta van, minden igazságtalanságnak a fájdalma rajta van. És ezért van az, hogy amikor megbékélünk az Istennel, és hazatalálunk a mennyei atyához, akkor meg tudunk bocsátani azoknak az embereknek azokat a dolgokért, amelyeket elkövettek ellenünk, vagy bocsánatot tudunk kérni, amiket mi követtünk, és tudjuk, hogy nem tudjuk megváltoztatni már a fájdalmat, amit mi okoztunk, de az Isten, aki nekünk megbocsátott, és mi megbékültünk, a másik embernek is meg tud bocsátani, és meg tud békélni, és ő erőt kap arra, hogy megbocsásson nekünk, hogy így mindenki egybe lett zárva a bűnök elkövetésébe, de ha Krisztust elfogadja, akkor mindenki föl van szabadítva a megbocsátás és a megbékélésre. Hát ez gyönyörű végszó volt, kedves Tamás, vége lassan a műsorunknak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezeket a csodálatos gondolataitokat, és ez nem csak ilyen eszmefutatás, hanem a szívetekből fakad, ez a legcsodálatosabb az egészben, hiszen átéljük, csodáljuk Jézusnak a tettét, amit értünk tett. Még egy gondolat, még talán van egy percünk, hogy amiről beszéltél, Tamás, hogy minden ember minden vétkét magára vette Jézus, és számára én úgy gondolom az volt a legnehezebb, hogy fölmérte azt, hogy az atyától a bűnök miatt átok alá kerül, ezt mondja az ige. Tehát ő nem ismerte azt, hogy bűnösnek lenni, és sőt, bűnné lenni, és az ige azt mondja, hogy Isten bűnné tette. Értünk. Ott a kereszt értünk, hogy mi Isten igazságossága lehessünk ő benne. Tehát ezt, hogyha ebbe úgy egyre inkább belecsodálkozunk, és megértjük a Jézus személyét, akkor megértjük a megváltásnak a lényegét, és ez az, ami felszabadítja valóban a szívünket.
A kérdések fölvezetésénél mondtam azt is, hogy beszéljünk majd arról is, hogy az mi, mint hívők kettősek vagyunk, hogy egyszerre Isten gyermeke is, de emberként is élünk ezen a földön. Hát ez egy újabb adás keretében lesz, talán épp pünkösd után, mert ugye ott lesz még egy nagy fordulópont az Ütterben. Kedves nézők, hiszük, hogy jó húsvéti felkészülődésthez hozzásegítettük önöket ezekkel a gondolatokkal, és kérem, hogy tanulmányozzák az igét. Csodálatos Jézusnak a szavai azt mondta, hogy az lélek és élet. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra. Viszontlátásra.